városban, a 8-18, ugye látjuk, ingek rendben vannak. 8-8 fő, kérem szépen, és elindult. Lássuk, megy-e a hóra valaki. Igen, ez az örök kérdés. Igen. Kérdés. Magtól picit elkésett egyen, most indult meg. Most indult meg. Igen. Gunner Tibi és... és Samóka megy a havon. Magtól nem látok a havon senkit sem. Nézzük meg. Béla toronyér vívott. Igen, tatár. Be is érnek a csapatok B-hez. Így van, alul, felül, középen, mindenhol, Rékert már lőn van a ponton. Igen, de rögtön követi őt egy magos gyalog, és le is lőte. Talán ezt a magmos be fogja tudni húzni ezt a pontot. Úgy tűnik, igen, Daráló John fent van a toronyban. Már nincs. Már nincs, igen. Kamok a lépcsőházból. Lőtte ő. Egyelőre. Most érkezett meg ismételten. A magnak a gárdája Béla pontra. Uh-huh. Viszont a 8-18 meg a lépcsőházat birtokolja. Igen. Viszont a B-t továbbra is húzza még a mag, és be is húzza, igen. Igen, kettő pontjuk van. Ubi van, Kenobi pont meghalt. Mert azt van egy kerülő emberünk, ugye Samoka. Igen, sőt már harmad magával van, nézzünk is beléjük egy kicsit. Eljöttek alfára. Súdlátom, hogy Hentessel és Miskával húzzák is, illetve a Gunner Tibi is rájuk született, úgyhogy négyen húzzák alfát. Ez egy M249-es ratata. Amit elég jól használ Hentes. Azért van némi fájta Bravónál is, úgy látom. Mintha a lépcsőházban látta. Ja nem, az is magos. Magos ember, aki a lépcsőházban van. Mag egyedül van. Igen, most futnak be a 818-osok. Úgy látom. Alul van Roger, akit konkrétan látok, és Renji. Azt hiszem, a lépcsőházra próbálnak meg felmenni. Négy gyalog van alul B-nél. 8-18-ból. És abból kettő, azt hiszem, most fel is megy a lépcsőházba. Fel és Aladár közben húzza magnak a gárdája. Igen. Hát a toronyban még tartják magukat, de... azt hiszem, talán most esett el az utolsó ember? Igen, húzza is a 818 a tornyot. Úgy teljes erővel. Igen. Pont Ubi van ég, de nem biztos, igen, hogy a Béla ponton kellene harcolni, meg Darálónak. Igen, alfát közben behúzta a mag. És talán most kéne egyet szökni, ha igen, tudnak. De nem fognak tudni, mert igen, ezt már előbb meg kellett volna tenniük. Igen. Az összes 818 játékos gyakorlatilag ott van Bravónál. Igen, és most már fogják a hamat is. Opjutus. Tehát ha véletlenül valaki szökne, akkor azt megpróbálja semlegesíteni, és kiállatul az álló háború. Igen, így van. Ezt nem kellett volna. Azért mondom, hogy sokkal jobb lett volna, hogyha már korábban ugye elszökött volna valaki cetszérre. Akkor most kerülnek kint a havon a 818. Nem nagyon tudnak átjönni az alagúton a magasok B felé, ahogy nézem. És közben a havat fogja Gunner Tibi és Hentes a B vonalában. Picit előrébb, A-hoz közelebb. Most fog talán, igen, Daráló John és Golden Duck most fognak kimenni a hóra. Viszont 3v3-ban lesznek már. Lelőtték Golden Duckot, Gunner Tibi lesz kárházta. Igen. Nagyon úgy tűnik, hogy eddig tartott. Nem. És még mindig nem tudnak áttörni B felé lent az alagúton a magasok. Mert a másik oldalról fogják. Samokát megölték, de Hentes még mindig védi a havat.
Jucus közben fogja itt az átjárót, B felé jövet. Úgyhogy sajnos ott sem tudnak egyelőre átjönni a magasok. Daráló Zsol, minden áron fel akar itt ugratni. Épp volt, Szamoka megint érkezett. Látom, a havon is közben azért megy a fight. Csak nem nagyon... Nem nagyon tudnak ott sem elszökni igazából. Fogja a havat. Gunner TV, Hentes. Samuka is ott van. Ja, és le is ölték a magos gyalogokat. Samuka megy is be alfára. Igen. Sajnos ez... Igen, az volt az a pillanat, amikor mondtam, hogy nem szem lehet volna szabad a Béla ponttal foglalkozni, hanem azonnal lehet... Igen, igen, talán az picit... Igen, talán picit... ...lehetne oda-vissza húzogatni a pontokat, de így sajnos szép lassan, egyre gyorsabban közelebb kerülnek. Igen, ott talán túlhúzták a rúst egy kicsit Bravónál a magosok. De hát... Ugye ők tudják nyilván, hogy abban a szituban... Mi történt pontosan? Miska közben a lépcsőházban van valami... Valami nagyon durva puskával, valami light machine gun lehet ez szerintem. Sőt, biztos, hogy az meg 200 golyó van benne. És ő is megy ki a hóra. Na végre, sikerült. Ne fordulj vissza, ember! Bocsánat, hogy így... De hát olyan lehetőség volt egy pillanatra, hogy el tudjanak menni, hogy nem nagyon hiszem, hogy lesz még egy ilyen. Így van, meg is halt. Miska közben írtja a Light Machine M249-el írtja itt a havon a gyalogokat, akik próbálnának Bravo felé jönni, de hát ugye nem nagyon tudnak. De mindenképpen próbálkoznak, három gyaloggal is itt vannak most. Viszont Samuka megpróbálja őket a szikláról. Igen, mögéjük fog kerülni. Igen. Igen, mind a kettőt le is lőte. Samuka. Meglepte Doráló Johnt és még valakit hátulról. Hát őt is elérte most a végzet. Hát igen, sajnos B vonaláig nem tud egyszerűen feljönni a mag. Most megint próbálkoznak alulról. Illetve felülről is. A Rogert leküzdötték fent. Igen, pont azt néztem én is, mezei kecske. Őt is jobb létre szenderítette a M249-el talán, igen. Hát a 818 nagyon fogja Bravo vonalát, az ugye... A füst egyébként nem engedélyezett a kupán? A füst? De. Engedélyezett, én úgy tudom, hogy igen. Itt szökésnél mindenféleképp hasznos lenne egy-két-három füstöt behajítani. Hát igen. Taktikailag mindenképpen indokolt lenne. És vége is. Hát ez nem volt túl látványos. Egész addig a pillanatig, amíg visszafordult a két ember ugye Béla pontra, egész addig a pillanatig még volt remény. Oda visszamentek a dolgok, de ott.